Főleg a lobogás volt itt a lényeg szerintem a tegnapi napban. Ugye mindenki ezt a Csesznyeki pályát emlegeti, hogy azért eléggé nagy átlagsebességgel mentünk végig. Én azt gondolom, hogy ha ez a feladat, akkor ezt kell abszolválni, akkor ezen kell menni. Amúgy tetszett nekem, kicsit ilyen hegyi felfutós, talán még az sem, még talán autópályás volt az egésznek az érzése. Nem tudom, hogy most beszélnek itt sok mindent, hogy ez most szabályos-e, nem ekkora átlagsebességgel vagy sem. Ez nem az én tisztem eldönteni. Összességében nagyon jól éreztük magunkat az autóba. Egyetlen egy problémánk volt, egy gázpedál felalakadás, ott egy 10-15 másodpercet vesztettünk. Akkor pont az Ottóék meg is előztek minket, a Tóth Ottóék. És a bal így pontozva van, úgyhogy ez dob, majd 40 nagy fék, bal 2, üt. Jelenleg mi most a második helyen állunk, nagyjából 40 másodperc előnnyel vezet a Kovács Zoli, és 16-tal vezetünk a Ottóék előtt, úgyhogy eddig, hogyha így marad a végeredmény, azt annak nagyon-nagyon örülünk. Szeretnénk megtartani és beosztani az előnyünket. Sajnos ez inkább a Rávaring, az egy slalom verseny, nem is mondanám rally gyorsaságinak. Ezek a visszafordítókat én nagyon-nagyon nem szeretem, nem tetszik nekem az egész Rávaring, nyilván a parabolika, vagy hogy hívják ezt a döntött kanyart, ezt azért ott élmény menni, de a pálya többi része az teljesen számomra idegen és kívül áll. Közepe fékes, bocs. Közepe fék, bal 3, második gumi. Jobb 3 gumihoz. Bal 2 gumihoz. És 50. Összességében a Győr Rallyt nagyon élveztük, a meccsek az Ottóval nagyon-nagyon jól alakultak, megtartottuk az előnyünket, talán még egy-két másodpercet még rá is pakoltunk. Én azt gondolom, hogy itt a második nap elején nyertük meg, Danival egy nagyon jó pontos itinert írtunk fel, és így már a második nap kezdetén is már egy olyan tempót tudtunk kiautózni, egy olyan előnyt tudtunk bezsebelni, amivel megelőztük Ottóékat, és így a második helyre értünk oda a P12-es kategória összesítésében. Ami nagyon nagy büszkeséggel tölt minket el, hogy erőből értük ezt el, nem az, hogy kiesik előttünk valaki, vagy bármilyen műszaki hiba miatt hátráltatva lennének,
hanem saját tempunkból, saját erőből ott vagyunk a második helyen, úgyhogy boldogok vagyunk nagyon. Hát igen, ez a szlalom verseny, ez nem annyira feküdt most sem, a második körben sem, itt a harmadik időt is autóztunk, ha jól tudom. Nyilván érdekesség, meg nézői szempontból nagyon látványos, nekem nem tetszik, és nagyjából ennyi a véleményem.